Téves elgondolás, hogy a robotok, androidok és önműködő szerkezetek a modern világ szövevényei, közölte Szepesi Béla. Az első számoló eszköz még időszámításunk előtt 2000-ben megjelent, amellyel már bonyolult műveleteket is végezhettek. Az első android pedig az időszámításunk előtti első ezredév Kínájához köthető. Manapság a hirdető táblákon keresztül a mobiltelefonokig mindent a digitális gondolkodás mód sző át, tette hozzá grafikus művész, amelynek szintén több száz éves múltja van. Ennek ezer éves előzményei vannak, sőt, akár azt is mondhatnám, hogy egészen az ókorig nyúlik vissza, hiszen már akkor is léteztek olyan szerkezetek, amelyek valamilyen formában programozhatók voltak. És hát ebből a nagy sokszínűségből a 20. századra egyre inkább letisztultabbá vált ez a programozó gondolkodásmód. A Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének intézményvezetője habilitációs dolgozatában foglalkozott a témával, amelynek másik fővonala az volt, hogy ezek a változások milyen hatással és hogyan jelentek meg a képzőművészetben. A számítógépes grafika inkább a programozók számára volt fenntartva, és igazából a 80-as, 90-es évekből vált általánosan elterjedté, amikor már a normál Windows alapú felhasználók is tudták ezeket a programokat működtetni. És hát innentől kezdve nincs megállás, mert a grafikai tervezésnek, beleértve az épülettervezéstől elkezdve a szobrászat, a festészet szinte minden területén, ha nem is vált egyeduralkodává, de meghatározó jelentőségű lett. Az előadáson sok más szerkezet mellett például 9. századi kínai automata fuvalát, több mint 1000 éves hidraulikus bábszínházat, valamint 12. századi arab programozott játékokról is hallhattak az érdeklődők.